közösségi szolgálatnak tekinti jelöltségét Rékasi Károly. A színész a P+R parkolótól kezdve az aszfaltozott úton át a Duna ág tisztaságáig sorolta elképzeléseit az első lakossági fórumán egybegyújt helyi lakosoknak. Rékasi Károly, aki Soroksár 5. választókörzetében lesz képviselőjelölt, még júliusban jelentette be, hogy elindul az önkormányzati választáson. Közösségi oldalán azt írta akkor, hogy megszerette a Soroksárhoz tartozó Molnár-szigetet, ott építkezik és oda is akar költözni. A hiányosságok látványa pedig nem visszafogja, hanem lelkesíti. A színész egyébként függetlenként indul egy helyi egyesület felkérésére. Itt van velem Rékasi Károly, független képviselő jelölt Soroksáról, és mivel a politika porondjára lépett a stúdióba, magázódni fogunk. Jó reggelt kívánok, képviselő jelölt úr! Elmondja nekem, melyik volt az a pillanat, amikor azt mondta, hogy letette a kakaós bögrét, nem tudom, tényleg a pillanatot mondja el, kikapcsolta a tévét, fölállt, fölhúzta magát valamin, és azt mondta, hogy én most elindulok. Dűből nem csinálunk semmit, ahhoz már túlságosan öregek vagyunk. Ebben a korban már a tejfölt is megfújjuk, tanultam az egyik barátomtól. Nem, szó nincs dűről, szó nincs indulatról. Arról van szó, hogy ha valamit megszeretsz, valami közel áll hozzád, magammal beszélek, ezért tegeződöm. Csak nyugodtan, akkor nincs határ, akkor bármit meg tud az ember tenni. Nagyon-nagyon egyszerűen történt ez az egész. Februárban Soroksára költöztünk a párommal, Pikali Gerdával, és mint újonnan odajött ember, rögtön feltűntek dolgok. Ha valahol folyamatosan eltöltesz hosszú-hosszú időt, akkor hozzászoksz mindenhez. Hozzászoksz ahhoz, hogy igen, a tegnapi egy kátyú mellett most jött még egy, de nem baj, mert ez egy kátyús út, és a többi, és a többi. Ha valaki frissen oda kerül egy helyre, akkor rögtön feltűnnek dolgok. A jó is, a klassz is, az érték is, de a hiátusok is. És valahogy nagyon-nagyon beleszerettem ebbe a helybe. Én Jász vagyok, Jászberényi születésű. Ezt akartam kérdezni, miért nem Jászberény? Tehát azért máshol is volt már először életében, tehát máshol is tűntek már fel dolgok. Nagyon nehéz volna ezt az életemet élni Jászberényből, nagyon nehéz volna a színházba eljárni Jászberényből, és a többi, és a többi. Valahol itt kell laknom Budapest környékén, ahol dolgozom is. Megpróbálom egy mondatban összetenni, keményfejű, akaratos, kitartó Jászként behozza azt a fajta akaratos, mindent elérni akaró mentalitását mondjuk a fővárosba? Gondolom, hogy ez egy csapnivaló dolog, de ez van. Igen, én egy kőfejű Jász vagyok. Ha valamit kitalálok magamnak, azt körmöm szakadtáig igyekszem elérni. Na jó, megjött az ihlet, a gondolat, még egy kátyúban, meg sok minden jó, meg sok minden rossz, de hogy született ebből a gondolat, hogy akkor elindul képviselőjelöltnek? Nekem meg nem fordult a fejemben, hogy valaha is ezen a platformon tevékenykedem, hiszen az eddigi 57 évemet úgy éltem le, hogy politikával nem foglalkoztam. A hátralévő 40-et, de ugyanígy akarom leélni. Ne számoljon utána. Hát igen, ezt így, de jó, de ez így nehéz lesz. Tehát egy politikai ringbe lép. Mondjuk azt, hogy elindul képviselőjelölként. Ha önre indít, mondjuk nem tudom, hogy a körzetben most kik vannak, de ha van kormánypárti jelölt. Ha van más jelölt, akkor önmagában biztos, hogy nekik biztosan ellenzéki jelölt lesz. Annak minden áldásával és minden Nem erre koncentrálok, hanem arra, az egyértelmű dolgokra, arra a halmazra, amihez nem gondolom, hogy politikai beállítottság, párthoz való tartozás kell. Kátyú? Igen, nevezzük nevén a dolgokat. Vagy a Soroksári Dunaág mérhetetlen szennyezettsége. Nem hiszem, hogy volna párt, amelyiknek érdeke az, hogy bocsánat, a szar folyjon le a Soroksári Dunaágba, vagy volna olyan párt, amelyiknek meg határozottan ellenérdeke, hogy ne legyen tiszta a Duna. Tehát igenis olyan területek az én fő irányvonalam, amit nem lehet pártokhoz, nem lehet ide-oda-amoda kötni, amiket az emberekhez lehet kötni. Volt egy találkozónk 29-én, én kértem a segítőimet, hogy hozzanak össze egy ilyen találkozót, segítsenek abban, hogy találkozhassam a körzetemben, nem körzetem, hanem ahol jelöltként elindulok, az ott élő emberekkel, mégpedig azért, hogy be tudjak mutatkozni, és hogy beszélgessünk. Nem pártoskodni akarok, beszélgetni akarok, szolgálni akarok, én így működöm.
az élet más területén is. Nekem nem fáj az, ha méltósággal, elegánsan szolgálhatok. Szolgált színészként is, tehát szolgálhatott volna továbbra is színészként, hogyha most a politika pályájára vagy ringjére lép, akkor nem fél attól, hogyha színpadra áll mondjuk Vas Albert esttel, vagy bárhol megjelenik, akkor azt mondják, hogy ott van Rékasi Károly, aki politikailag sikertelen volt ebben, vagy sikeres volt, tehát bármit is mondok, de politikailag mérik meg, nem színészként, művészként. Csodálatos, hogy ennyiszer elmondja, hogy politika, politika, politika. Mert a politika ringjébe lépett, független attól, hogy önmagát nem tartja politikusnak. Az ellenfelei például lehet, hogy politikusok lesznek, képviselőtestületben fog dolgozni, ha megválasztják. És hála a jó Istennek, mindenki tartozik valahová, ugyanis ennyi féleképpen láthatunk egy-egy gondot, egy-egy problémát. Az én célom az, hogy szolgáljam, ahogy az előbb is mondtam, szolgáljam az embereket, ezért kértem ezt a találkozót is, hogy beszélgessünk. Mondják el, hogy ők mit szeretnének. Meggyőződésem, hogy egy képviselőnek az a kutya kötelessége, hogy nem a saját feje után megy, vagy nem az őt irányítók feje után megy, hanem azok után, az emberek után, az ő vágyaikat igyekszik teljesíteni, akik őt megbízták, hogy képviselje őket. Mondja például, izgult az első fellépése előtt? Most kérdezhetném a színészi fellépését is, de most például a lakossági fórum, ahol láttuk a képeket, hogy ilyen sörpadokat vittek, meg hogy tényleg nagy tömeg hogy volt. Hogy a csodában, hiszen ez egy teljesen új platform. A színházban izgultam-e a szín? Igen, ott is mindig rettenetesen, de ott mégiscsak előttünk van 6-7 próba. Egyrészt, másrészt, tehát egy olyan közegben mozog az ember, amiben 6-7 alatt már otthonosan érzi magát. Egyrészt, másrészt, azért mégiscsak van egy elválasztó vonal a színpad széle, a nézőközönség és a színpad között. Itt viszont nem. Éppen azt kértem, hogy beszélgessünk, kommunikáljunk. Mondd el, kedves itt lakó ember, hogy mit szeretnél. Mert ez egy nagyon érdekes pillanat volt. Úgy tűnt, nagyon jó érzés is volt. Én először, amikor említette a sörpadokat, valóban ezeket hordtuk ki, akkor én úgy éreztem, hogy úgy gyerekek, itt már túl sokat hordtunk ki, itt ennek egyharmadán ülnek. Egy pillanatra, egy másodpercre álljunk meg, ki érkezett oda? A Barta Zsolt rajongó, a népszerű Barátok köz színészét. Nézzük már meg délután a Rékasi Karcsit, hallod, ott van rá velünk, a Barátok közben, emlékszel rá? Tehát, hogy ők mentek ki, vagy a színházi közönsége ment ki, vagy pedig azok a soroksáriak mentek ki, akik azt mondták, hogy na nézzük meg a mi képviselő jelöltünket. Az egyik csodálatos barátom mondta azt, akivel járjuk az országot irodalmi esten, mert ez egy egyórás irodalmi műsor, hogy Károly, tudd, ide nagyon sokan úgy jönnek el, hogy Barta Zsoltot akarják látni. Nem szégyellem, őt is én hoztam létre. Barta Zsoltot akarják látni. De az egy nagyon rossz fiú volt, nem? De hála a jó Istennek. Na. Szeretem is nagyon. Viszont úgy mennek haza, hogy Vas Albert emlékével és azzal az élménnyel. Tehát itt is lehet, hogy jöttek. Pontosan ezért szerettem volna. Lehet, hogy valaki látja, engem nem ismernek, a tévén keresztül nem ismernek, még ha azt is gondolják. Onnan Barta Zsoltot ismerik. Vagy a Gyertyák Csonki Gégnekből, akkor most József Attila Színház, onnan Henriket ismerik, vagy bárki. Tehát engem nem ismernek, a szerepeimet ismerik, és azt képzelik, hogy ismerik. Itt most igazából szerettem volna megmutatkozni. Ez Rékasi Károly. Így képzeli el. Ön pedig, te pedig, kedves választó, eldöntheted, hogy aszerint működsz-e a továbbiakban, hogy mint eddig valaki odaáll és elolvas egy fogalmazást, a következő időszakra vonatkozóan, bocsánat, fogalmazást írni általános iskola alsó tagozatában megtanultunk. Tehát fogalmazást én nem írtam, programot nem írtam. Elmondtam, az én programom az az, hogy beszélgessünk. És amit majd elmondanak nekem az emberek, azokat szépen összerakjuk, konszenzusra jutunk abban a körzetben, és egy képviselőnek kutya kötelessége az segít. Hozzászokott már ahhoz, vagy dolgozza fel azokat az élményeket, hogy mostantól fogva sokkal több és más pályán lévő dolgok, is kíváncsi, tehát hogy kíváncsiak az emberek másokra is. Mi van a fiával, ellenzéki politikai szerepet vállalt? Mi van a lábával, balesete volt? Fogja bírni például a képviselőséggel járó fizikai terheket? Bocsánat, az Egyesült Államok elnökének, például Ronald Reagannek még az életkora is kampánytéma volt. Tehát, hogy kampánytémává tehetik a magánéletét, az egészségét, sok minden mást. Bármit kampánytémává tehetnek, mint ahogy már ez meg is történt. Én úgy vélem, hogy ha kellő derű és kellő elhatározottság, ha kellő helye, ász vagyok,
akkor ezek lepörögnek rólam. Mert nem erről van szó. Nem a lábamról van szó, nem az egészségi állapotomról van szó. Sőt, tovább megyek. Nem is a fiamról van szó. Hogyha valaki megfigyelte, vagy ne egy Isten, csak egy kicsikét a gondolatában ott volt ez a dolog. Igen, Zsigmond is elkezdett járni egy utat, tisztelem őt azért, mert 14, 15, 16, 17 éves korában elkezdett gondolkodni, akarja érteni az életet. Egyet lehet vele érteni, vagy nem, de akarja érteni az életet. Engem támogat, én támogatom őt. Rékasi Károly független képviselő jelölt volt a vendégem, még ízlelgetem majd, de aztán jön a választási műsorunk, és többször elmondom, megtisztelt minket, köszönjük szépen, hogy itt lehettem.